Újult erővel vág bele a választási kampányba a Vajdasági Magyar Szövetség. Ezúttal különösen nagy hangsúlyt fektetnek a szabadkai önkormányzatra, emelte ki az aktivista képzés házigazdája Sövény Rudolf, aki önkormányzati képviselőjelölt. Egyfajta felbuzduló lendület, aminek köszönhetően talán újra magyar polgármestert adhatunk Szabadkának. Ez volna a cél, és ezt szeretnénk elérni. Miért fontos ez a mai esemény, ez a mai képzés? Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a párt emberek is, a pártkatonák is napra kész információval rendelkezzenek, tudják azt, hogy milyen események, milyen dolgok történnek a nagypolitikában is, de ugyanúgy a Szabadkaváros szinterén is, és szükség van ezekre a találkozókra, amikor a pártnak a legfelsőbb szervei tudnak a pártkatonákkal beszélgetni. Ebben a kampányban nagyobb hangsúlyt fektet a VMS a segítők az aktivisták képzésébe, mivel a klasszikus lakossági fórumos nagyobb kampány majd csak a jövő héttől indulhat el, emelte ki dr. Pásztor Bálint, a párt alelnöke. Ezek az emberek az elmúlt bő 10 évben is rengeteget segítettek, annak érdekében tevékenykedtek, hogy az emberek, az ő szomszédaik, ismerőseik megértsék azt, hogy a választásoknak milyen nagy a tétje, és hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar politikai erő, amelyik a porondon van, amely a szavazatokért megküzd ebben a választási küzdelemben is. És az ő szerepük az, hogy a mi programunkat eljuttassák a választókhoz, illetve hogy elbeszélgetve velük meggyőzzék őket arról, hogy el kell menni szavazni, és az egyetlen magyar opcióra, a Vajdasági Magyar Szövetségre kell szavazni. Nincs sikeres kampány sikeres aktivisták nélkül, hangoztatta Pásztor István, a VMS elnöke. Megkeresünk minden szavazópolgárt, megpróbáljuk rávenni arra, hogy menjen el szavazni, és minket válasszon. Ez így fog lenni most június 21-én is. Nagyon nagy a tétje ennek a választásnak, de a szavazópolgároknak egyszerű a választásuk, ugyanis a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar lista minden szinten. Az aktivistáknak az lesz a feladatuk, hogy arra vegyék rá a szavazópolgárokat, hogy éljenek a szavazati jogukkal. Szerbiában június 21-én tartanak köztársasági, tartományi és önkormányzati választásokat. A VMS minden szinten részt vesz a megmérettetésen.